Üdv kacok, én fúj vagyok, és nézzük meg ilyen első benyomásos véleményre, hogy milyen is ez a kora Warframe. No, nézzük meg egy kicsit közelebbről akkor. Április 20-án kaptuk meg ugye ezt az update-et, a 22.18-at, amiben bejött ugye a kora, küldetések, fegyverek, és így tovább, tehát egész mondhatni nagy pakkot kaptunk. Beszélnék egy kicsit amúgy a küldetés, ahol meg lehet, és nem beszélnék, csak megemlíteném, hogy ez a Century Anslacht, akármi, Century, én úgy hívom, tehát a Churival megkaptuk a Churit, mint endgame funkciót, és ugye úgy itt tudjuk megkapni a korának a partjait, ennek van ugye elit része, ott egyéb nyalámságokat tudunk megszerezni. Ennek majd tényleg egy külön videót szentelek, tehát tényleg csak megemlítem, de hogy ez is ugye jött az update-ben, ugye ez valamilyen szinten csatlakozik is a korához. És ugye a fegyverek szintén nagyon faszák, skinek, blabla, minden van. Na de vissza a korára. Egészen új dolgot hoztak be ezzel, ugye ez nem támogatja, hát maga a képessége, ugye egy kavat, egy Venari névre hallgató kavat, amit le tudunk vele idézni, úgyhogy ezzel egy ilyen újabb, ilyen idomár, állatidomár Warframe-et kaptunk, vagy nem is tudom, hogy becézem, minősítsem ezt a kis Warframe-ünket, szóval lesz mit megnézni ebben a kis videóban. Azt mondja, hogy az alap értékeket tekintve 375 élete van ugye 30-as rangon, 300-as pajzsa, 275-ös armorja, az egész nagynak mondható, 188 energy, az ugye közepesen szarnak mondható, ugye két polaritása van, egy V, egy vonal, egy Exilus polaritása is van, ez számomra meglepő volt, nem sűrűn szoktunk kapni Exilusban polaritást, főleg nem vonalat, nem tudom, biztos, hogy valahol lesz, vagy valaminek van, de így nem rémlik, tehát nem sűrűn van ilyen, és az aura polaritása egy D polaritás. No, hát ezeket ledaráltam, így a viking puskáztam, hogy tehát ez semmi nagy extra, ezek a base statjai. Ebből amúgy kijött nekem az, hogy egy ilyen eléggé szívós, tankosnak mondható karakterrel találkozunk, legalábbis a statjai ezeket mutatják így számomra, amiben van is valami. Most a képességén átszaladva, szaladjunk át, tehát most ez nem egy elemzés kacok, nem egy résztes, hanem tényleg ez az első benyomás, hogy mit is adott nekem ez a kora Warframe. Az első képessége a Whip Claw, vagy valami, ez ostorcsapás szerű, vagy azt hiszem azt is jelenti talán. Tehát ez a Whip Claw képesség az első képesség, ezzel hát nagyon egyszerűen egy ostorcsapást mér végül is az enemire, aminek egy ilyen blast effektje is van, tehát egy ilyen térbeli sebzés is van, air damage-et is okoz ez a kis csettintés. Pluszban azért elmondom, hogy mégis megemlítsem már, hogy ez mindenféle alap sebzést okoz, tehát impact, puncture, slash, tehát ez tök jó, hogy így benne van, ez különféle százalékokban, azt hiszem 30-30 és 40 százalékban különül el. Hatása vannak rá a melee modok, úgyhogy egész jól fel lehet pimpelni. Próbálgattam így simulacrumban, ilyen live-okban, hogy mit is lehet ebből kihozni. Egész jó módon, egész jó kis damage-t ki lehet ebből maximalizálni, vagy ki lehet így hozni ebből a képességből, szóval ez egy nem rossz képesség. A második képesség már egy CC-s, azaz crowd control-os hatást idéz elő. Az ensnare angol kiejtés névre hallgat. Nagyon egyszerűen ugye a kettes gomb megnyomásával egy ilyen láncolt dobunk az enemire, ami bevonza a mellette lévőket és ugyanúgy így összeláncolja, ugye ez a range modokkal növelhető, hogy minél messzebbről láncolgatja őket össze, időtartamát is ugye ugyanúgy lehet növelni. A lényeg az, nekem amúgy elsőre a Wobennek ez a Vortex képesség jutott eszembe, hasonlóan működik, nem, ugye nem. Hát nem. nem hasonlóan, de valami, ugye a CC, tehát a CC hatása van neki, cici hatása van neki, és így összerántja őket. Nem rosszom ugye ez a képesség, ugye ez segít az egyessel tök jól lehet kombinálni, ugye összerántod őket, aztán közéjük csapsz az ostorral. Egész jól lehet így kombinálgatni. Nem rossz képesség, mert ugye teljesen leláncolja szó szerint ugye az enemit, és így nem tudnak támadni, megállott egy helyben, mit tudom, hogy rárakjátok egy Noxra, egy Heavy Gunnerre, és így tovább, akkor azok úgy nem lőnek, hanem csak ott állnak, mint a lagziba. Úgyhogy
teljesen jó ez a kis képesség, elég használható. A harmadik képessége a Venari leidézése, vagyis a kis cicát, a kabatot tudjuk megidézni, aminek háromféle funkciója van. Van ugye a támadó, a védekező és a hílelő, vagyis az élesztő képessége végül is a cicának. Ezt ugyanúgy lenyomok megint a hármas gombot, és azzal tudjuk így váltogatni ezeket a funkcióit. Annyira nem mennék most még el, nem mélyülnék bele, mondjuk ezt elfelejtettem mondani már a videó legelején, hogy maga a kora, tehát ez még nem egy bemutató lesz, tehát nem cincálom annyira szét, mint ahogy szoktam egy bemutatóba, egyrészt, másrésztről pedig még hozzá fognak nyúlni, ez mondjuk még csak így a levegőkben terjengenek, hogy az első, második, akár még a harmadik képesség is hozzá nyúlnak, ezek még nem hivatalos dolgok, de hogy lehet hivatalosak, csak még nem erősítettek meg ebbe. A lényeg az, hogy még nem biztos, hogy ez így fog működni, még amúgy sok bug is észlelhető ebben a karakterben, úgyhogy ezek nem végleges dolgok, ne egyből készpénznek vegyétek, amiket most itt elmondok. De alapjában éveztem nem sokat fog változni, vagyis nem tudom mennyit fog változni ez a Warframe, de ez a képesség stabilnak tűnik, de mondom, terjengenek ilyenek, hogy változtatni fognak. Na, erről magyarázzunk már faszomat. Tehát van ugye támadó, védekező és hillő képessége. Ez röviden legyen ennyi, tényleg nem akarok belemenni, mert elég résztesen szét lehetne ezt kapni, de egyelőre nem menjünk bele, nem rossz amúgy, nem rossz ez a Venari, ezek a képességek, modolni is egész jól lehet a macskát, ez külön amúgy az arzenálban tudjátok ugyanúgy buildelni, ugyanúgy formázni, úgyhogy tele lehet az egész frame-et formába rakni, ugye ez egy különálló kavatként működik, egyszerre be tudtok vinni akár két kavatot is, tehát mit tudom én, viszitek, ugye, nem viszitek, a Venari azt veletek van, ugye hármas lenyomjátok, megidézitek, de akár magatokkal vihettek egy smetát, egy adarzát, vagy akár kubróvokból bármit, vagy a szentineleket, szóval mind, az összes kompaniont, mondjuk így egybe őket, tudjátok vinni a Venarin kívül is magatokkal, ezt úgy mondom, hogy az arznában egy külön kis szegmensben megkapjátok, és akkor ott lehet pimpelni ugyanúgy őt is, tehát ebbe is be lehet rakni ugye a formákat, bla bla bla. A kavatnak abból nincsenek speciális módjai, ugye képességei vannak, még nincsenek speciális módjai, ezt hozzárakom, mert lehet, hogy kapnak. Valószínűleg tartom amúgy, hogy kapunni fogunk megint ilyen speckó, ilyen kavat módokat, amiket vagy bele, vagy mindegyikbe bele tudjuk rakni, úgyhogy ezt majd szerintem lesz ilyen, tehát hogy biztos, hogy ha már hoztak egy ilyen varsémet be, aminek van egy ilyen speckó képesség, akkor tuti lesz majd ez még ilyen-olyan mod képességünk is, úgyhogy ez várható lesz. Mondom, ez csak megint spekuláció, de valószínűleg lesz ilyen. Na úgyhogy röviden, így tényleg röviden ennyi lenne ez a hármas képessége, nem a rossz képesség. És legvégül a negyedik képessége a... még kell jövő ideveket adni? Strange Dome, vagy mi a faszom ez? Mit tudom én, mitek? Mindegy, kecske, tej. Az utolsó képessége. Ezzel leidézünk egy ilyen, hát kupolának írták sokkal, és annyira bennem maradt ez, de nem akarom kupolának hívni, de amúgy az. Tehát egy ilyen láncból készít egy ilyen szimmetrikus kis kupolát, ami lecécézi az enemit, így felszippantja őket, és folyamatosan rázza. Hát, ez egy felszipp, hogy ez egy hülyén hangzik, hanem így felkapjuk őket a levegőbe, és akkor ott így mizélnek, meg oda ragadnak, meg mit tömmi. Ugye egyrészt mozgásképtelenné teszi őket, és közben sebzi is őket. Egész nagy térben amúgy, tehát nem is olyan rossz ez a kis képesség, többször leidézhető, de több ilyen kupolát is le tudtok rakni, úgyhogy viszonylag effektívnek mondható hatásos kis képesség ez. No, most hogy így átszaladtam a képességeken, nézzük is meg, hogy ez számomra mit hoz ez, vagy mit is jelent ez a kora, vagy is látom én ezt. A live-okban is beszéltem már erről, tehát az a gondom ez a Warframe, mert tök jó akar lenni mindenben, és itt van a probléma nekem. Tehát, hogy nem egy ilyen elszeparált, ilyen speciális Warframe még. Az a baj, mondom, nem látom még annyira a mélységeiben, az elemeiben, így nehéz is, vagy hogy félbe mondok róla akármilyen véleményt is, mert megcáfolható szinte. És nem is akarok egy olyan nagy szélességben, ami mindenre elmondható, hogy bár OP. Hát azt minden Warframe-re el lehet mondani, hogy hú, valamiben nagyon faszom meg, tehát nem egy ilyen széles spektrum, akármit akarok mondani, hogy most akkor ez ilyen, és akkor azt mindig rá lehet húzni, hanem az, ami megfogott ebbe, hogy ez minden akar lenni, és mégsem semmi.
Ami azt jelenti számomra, hogy ez egyszer CC-zik, ez egyszer damage-el, heal-el pajzsot ad, vagy hát nem ad pajzsot, de hogy támad, ugye a Venarira gondolok itt a heal és ezekben. Tehát ez mindent akar ez a Warframe. És az a tapasztalatom általában, amikor ilyen Warframe-et akarnak kihozni, akkor az mindenben jó, de semmiben nem jó. Tehát, hogy a speciális Warframe-ek, amik mit tudom én, legyen ott a Trinity, tök jó példa erre, a Hillben még mindig szerintem a toppos. Nyilván ott az Oberon már eléggé viszonylag jó vetétásnak mondható, de még mindig nem az igazi, kivéve a bugolsz vele, de ez mindegy. Tehát, hogy mindig vannak még mindig jobb speciális Warframe-ek, amik csak abban jók, de abban nagyon. És nem váltanám le semmelyik ilyen, mit tudom én, a CC-ben például, akár a Woben, ha már említettem, vagy a Frost, mint védekező karakter, de inkább a CC-t mondanám, mert ez nem teljes mértékben olyan, mint a Frostnak a metódusa, a Frostot inkább a Limbóval hasonlítanám össze. Szóval, ha már CC, akkor inkább a Woben húznám össze, mindig a Woben hoznám egyre, ha CC-zni akarok, és nem a korát. De a korra ugye tud healen is. Na, tehát ebben értem azt, hogy ez mindenre jó, és mégis semmire. Tehát, hogy mindenből van benne egy kis szelet, és úgy ezek elaprózódnak, elfolynak, és ugye ez semmi nem jön ki annyira erősen, mint egy másik frame-ben, és ez így, én nem tudom, hogy hasznavehetetlennek látom, de lehet, hogy én nem látom ennek a jó dolgát, hogyha viszek egy korát, akkor tudok egy kicsit healelni, tudok egy kicsit CC-zni, és nem kell külön vinni a Mukinak egy Wobent és egy Trinity-t. Csak azt látom ebben, hogy ha tovább megyünk, vagy nagyobb dolgokban gondolkodunk, nagyobb enemikbe, akkor oda kell az erősebb CC, kell az erősebb heal, és nem fog kiszolgálni ezeket a részeket egy Warframe egy kora. Úgyhogy valahogy ebben látom én azt, hogy így elvesznek, hogy mindent akarunk a Warframe-ekkel, és semmiben nem lesznek olyan kiemelkedően jók. Úgyhogy ez volt az első, ez volt a legfontosabb, ezért is indítottam én ezt a Reds kombot, hogy most erről így beszéljek, hogy mi is az első benyomásom erről a Warframe-ről. Összességében jó, új dolgokat hoz, érdekes az egész, tehát a fan szegmense megvan, vagy ahogy mondjam, jó vele játszani, meg ilyen bulis, meg mit tudom mi, de úgy igazából annyira létjogot, súltságát még nem érzem magának a Warframe-nek, így igazából. Kinézetre amúgy beszéljünk egy kicsit erről is, hát olyan Warframe-es, teljesen jó. Tényleg ilyen, mint mondjuk lehet ez ilyen ráhúzott, meg most már egy annak akar tűnni, ilyen állatidomáros. Nem tudom, hogy kell kinézni egy állatidomárnak, vagy mi a standardje. De úgy így cseng róla, hogy ő egy ilyen kavatos frame. De nem tudom, lehet ez csak belemagyarázom, vagy én akarom így látni, de ilyen olyan kecsesen, olyan tényleg ilyen állatidomároson, ilyen, meg ugye az ostorra, itt talán én úgy adja magát, így jó lett ennek a kivitelezése, de mondom, lehet ez már csak egy ilyen belekézelése az egész. De kinézetre szerintem teljesen jó, nem olyan kirívó, nem is olyan egyszerű, szóval tök jó. A kinézetben teljesen mértékben 10-es tudok erre a 10-es skálán, neki tök jó lett ez a Warframe. No, hát ha már szösszenetet elkészített, vagy elkezdtem róla, elkezdtem egy kicsit beszélni, azért mondjuk már, hogy hol lehet ezt megszerezni, hogyha tényleg meg akarjátok ezt szerezni, hogy hol is lehet. Nagyon egyszerűen bementek bármelyik relay-re, ott oda fresztevereztek, vagy felmásztok Cephalon Simorishoz, és nála tudjátok felvenni ezt a Sanctuary, akármilyen Sanctuary küldetést, ugye ennek van elit és normál része, és ez egy végül is ilyen Survivor mód lenne, mert nem is tudom, hogy mire, mivel hasonlítsam, hát hasonló a Survivorhoz, ugye ebben is hullámok vannak, vagyis wave-ek, folyamatosan ölni kell, bent kell maradni egy bizonyos ideig, nem tudom, most így hirtelen 45 másodpercig, nem tudom, meddig kell tartani. Nem, több az, itt egy perc körüli ideig tartani kell ott a helyzetet, és közben ölni, mint tehát erre kapjátok az efficiency-t, tehát ugye úgymond az élete van, nem is tudom, mert valaki így fogalmazta egyik live, hogy az élete van a pályának, és azt kell fenntartani, ez folyamatos öléssel tudjátok fenntartani. Nyilván ez is van sztori, nem néztem meg, hogy mi a sztoria. Valami mintát vesz a közben a Cephalon, meg mit tudom, mi a lófasz csinál, lényegtelen, a lényeg az, hogy bemész, azt ősz, mint állat. Ugye négy főszkadokkal lehet menni, szólóba is lehet menni, és a lényeg az, hogy ugye A, B, C rotációk vannak, ezek így ismétlik egymást, és ezekben a rotációkban tudjátok megszerezni magát a Warframe-et mindenestől, tehát a BP-t is itt dobja, a Neurotripsot, a Systemet és a Cassist is, tehát az összes alkotó részét itt tudjátok megszerezni. Még egy kis érdekesség, hogy a megépítéséhez majd kavat genetik is kell, ugye mehettek fotózni, akár ODD-be, Orlin Derelict-be,
Nem, ODD-be nem, bocsot nincsen. ODC, vagy Capture-be, Rescue-ba, és itt tovább az Oracle Derelict küldetésekben fogtok tudni ilyen cicákat fotózgatni. Vágyam is én ott szoktam, de több helyen is lehet. Ezt ajánlom nektek. Ledarálva, első véleménybe, hirtelenbe, tehát egy ilyen mélyebb elemzések nélkül, egyelőre így látom ezt a varsimet. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok ezt, ti milyen potenciált láttok ebben a varsimben, milyen érdekességekre jöttetek rá. Mondom még, ez még biztos, hogy változni fog, tehát valószínűleg hozzá fognak nyúkálni. Ja, igen, említettem nektek, hogy még bug van a frame-mel is, tehát nagyon sok magában ebben a küldetésben, amit most így megemlítettem, ez a Century, itt is rengeteg buggal találkozunk, folyamatosan fagyunk ki, de itt vannak új fegyverek is, ugye a Vandal részbe rakták, úgyhogy mennénk is, meg nem is, nem egyszerű, most még egy kicsit ilyen nehéz, ugye ez majdnem minden update 4 van, hogy még az elején azért zögykölődik itt a dolog. Úgyhogy lesznek még ebben hozzá nyúkálások, de már biztos, hogy van nektek is, mint nekem is egy ilyen első benyomásom erről a frame-ről, úgyhogy erre lennék kíváncsi, hogy ti hogy látjátok most ezt, mit látok ebben, milyen potenciált, hova vinnétek, milyen squadokat, sötöbölt, tehát ahogy szoktuk ezt így kivesézni. Ti mit látok ebben a Warframe-ben? No, ez röviden ennyi is, hát nem annyira röviden, de hozzám értem röviden, ennyi is lett volna ez a kis első benyomás. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor a következőekben találkozunk. Szevasztok!